Olvasd Goethét, hallgass Rammsteint, nézd Babylon Berlint, tanulj németül! Mm. 1983-ban 4 éves voltam, amikor az egész családom Németországba diszidált, ami azt jelenti, hogy átmenekültek a határon, akkor tiltva volt ez Magyarországon, és én 4 éves koromban kezdtem az óvodát Németországba, úgyhogy se a szüleim, se én egy szót nem tudtunk németül. Gyerekként az ember, mint egy szivacs, felszívja az idegen nyelvet, ezért azt mondták, hogy egy pár héten belül elkezdtem beszélni, úgy, mint az ottani gyerekek. Visszajöttem Magyarországra, az angol programon kezdtem az orvosi egyetemet, mert magyarul már a konyha nyelven kívül nem nagyon tudtam se a biológiát, se a kémiát, se a fizikát, és itt ismerkedtem meg a nemzetközi közeggel. Én az egyetem után rögtön kimentem Norvégiába, ott a német tudásom annyiban segített, hogy annyira hasonlít a skandináv nyelv a német nyelvre, a német és az angol keveréke úgymond, hogy azt egy néhány hónapon belül nagyon jól meg tudtam tanulni a norvégot, és ott kezdtem el dolgozni, mint orvos, mint anesteziológus, és azt kell, hogy mondjam, hogy a német ajkúakat nagyon-nagyon megbecsülik külföldön, pláne a Skandináviában tudják, hogy megbízhatóak, hogy pontosak, precízek, a kultúrájuk szinte ugyanolyan. Engem láttatlanból sokszor fölvettek, még interjúm sem voltam igazán, amikor a kórházakban elkezdtem dolgozni. Tudták, hogy német ajkú vagyok, tudták, hogy itt végeztem az egyetemet Magyarországon, tehát tudták, hogy egy nagyon jó egyetemet végeztem, tehát hogy a szakmai oldala megvan. Tudták, hogy Németországban nőttem fel, ami megadja azt a kulturális hátteret és a nyelvi hátteret is, amiről tudni lehetett, hogy boldogulni fogok, amikor elkezdődött itt a Pécsi Egyetemen az orvosi oktatás németül. Én akkor már nem egyetemista voltam, hanem akkor én már úgy jöttem vissza, hogy mint kész szakorvos, és az itteni egyetemen a német nyelv aranyat ér, mert szinte több német diák tanul már itt, mint más külföldi, tehát a németek képzik a legnagyobb külföldi tömeget, és őket kell oktatnunk. A német nyelv először is szakmai előnyökkel járt, még jár mindmáig a Pécsi Egyetemen, hiszen itt oktatok. Viszont ami ennél sokkal fontosabb, én ezzel a nyelvvel be tudtam járni úgy a világot, hogy találkoztam emberekkel, akik szintén német ajkúak, és sokkal könnyebb volt megtanulnom a többi külföldi nyelvet. Az unokatesómat tanítottam németül. Azt mondtam neki, hogy nyugodtan rakd el a német nyelvkönyvedet, amit van. Gyere, meghallgatjuk a Rammstein, gyere, hallgatunk egy kis hip-hopot, egy kis Blumentopfot, egy kis Fetesboltot, és meg fogsz tanulni úgy beszélni németül, ahogyan az utcán beszélnek, és nem fogsz félni, hogyha Németországba kikerülsz, hogy megszólítsál valakit, vagy hogy leállj a srácokkal beszélni, mert ők se Goethe nyelvét beszélik, hanem ők pont ezt a nyelvet beszélik, amit meg fogsz tanulni, és közül meg szereted is ezt a zenét. A német nyelvvel nyersz lehetőségeket, kultúrát, tudást. Vágj bele! Gewinn mit Deutsch! Gute Chancen, Kultur, Wissen. Los geht's!